Demény Péter első román nyelvű kötetéről mondhatjuk azt is, hogy leleplező szándékkal íródott. A Gidul Ipokricilor, vagy magyar fordításban a képmutató kézikönyve ugyanis ezzel a korán sem kihaló félben lévő embertípussal foglalkozik. A kalauz szerint bárhol fellelhetjük. Családon belül, baráti körünkben, munkahelyünkön, az iskolákban, katedra előtt vagy mögött, és természetesen a sajtó és a politikum sem mentes a képmutatástól. Sőt, hogyan ismerhetjük fel különböző élethelyzetekben a képmutatót? Nos, ehhez kell elolvasni Demény Péter írásait, amelyek részletesen ismertetik a hipokriták, az álszentek jellemző vonásait. Rendhagyónak nevezhetnénk Demény Péter legfrissebb kötetét több szempontból is. Először azért, mert román nyelven íródott, és bár az olvasók többsége tudja azt, hogy Demény Péter rendszeresen publikál a román kulturális folyóiratokban, sőt, román nyelvű blogot is ír, mégis szokatlan jelenségként könyvelhetjük el, hogy a kortárs erdélyi magyar irodalom egyik meghatározó egyénisége kipróbálja talentumát egy másik nyelven is. Rendhagyó a kötet tematikája is, hiszen a cím, amely románul úgy hangzik, hogy Gidul Ipokricilor, azaz képmutató kézikönyve, elárulja azt, hogy a szerző, valamelyest Karadzsálé nyomán haladva, tükröt állít elénk, és a kezdeti harsány hahotázás után, akárcsak Karadzsálénál marad a kérdés, esetleg a felismerés, hogy hűha, bizony sok esetben jó magunk is a képmutatók sorait szaporítjuk. Szoktam mondani diákjaimnak, meg mindenféléknek, akikkel beszélgetek, hogy Karinti, az persze mindenki tudja, de hogyha a magyar irodalom szóba kerül, nem biztos, hogy Karinti az első név, amelyik eszünkbe jut, még lehet, hogy a második sem. Karadzsálé az első nevek között van, a harmadiknál biztos nem tovább. Hogyha a románokról beszélünk, a román kultúráról, román irodalomról, mindenről, ami román. Ez talán a másik oka annak, amit kérdezel, amit válaszolnék, amiért így írtam románul ezt a kötetet, hogy a magyar humor az, ha humor is van olyan, akkor sem szövi át az egészet, vagy nem marja szét az egészet. Karadzsálé mindenről ír, a román műveletlenségről, a román korrupcióról, a román hatalomvágyról, a román karrierizmusról, mindenről a világon. Tehát valahogy több, mint vicc, szemléletmód. Hát én nyilván nem tudom megállapítani, hogy ez mennyiben sikerült, de nem is az volt a kérdés, hanem az, hogy miért románul. Ebben a hagyományban könnyebben gondoltam elmondani ezt. Az alapötletet a kézikönyv megírásához bizonyos értelemben Radu Paraskivescu hasonló kézikönyve szolgáltatta, aki néhány évvel ezelőtt megírta a Gidul Nesim Cituluit. Évekig gondolkoztam, hogy hát miért is nem írok én többet, vagy súlyosabbat, vagy milyen ebbet románul, hogy már végre álljon össze egy kötet. És akkor hirtelen megszületett bennem ez az ötlet, ami után a Paraskivescu féle Gidul Nesim Cituluit olvastam, hogy hát miért ne lehetne ilyet írni az ipokritokról, a képmutatókról is. Engem érdekelt ez a hozzáállás mindig, hogy a képmutatás hogyan működik. A nagy saját nagy képmutatásaimat megírtam a visszaforgatásban. Egyrészt nagy, másrészt pedig egy felé irányuló képmutatásaimat. Most ezek a portrék, típusok, ezek mindenre vonatkoznak szinte, és hát jóval játékosabb ez a könyv. Ebben másképp van benne a vérem, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy kevésbé patetikus legyen, mint a visszaforgatásban. Demény Péter könyvét Kolozsváron Mihaela Ursza és Alex Gold is irodalomkritikusok, valamint Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztő helyettese méltatta. Egybehangzó szakmai véleményük szerint a kötetben olvasható tárcák színes, ízes román nyelven íródtak. Olvasmányosak, de ugyanakkor könyörtelenek is a képmutatókkal.
itt ennél az asztalnál is, ahol az előbb azok ültek, akik a kötetet bemutatták, látszott, hogy eszükbe se jutott, hogy én magyar vagyok. Voltaképp nekem is csak arról jutott eszembe, hogy a nevemet másként ejtették, mint hogy egy magyar ejtette volna, de nem problémáztak azon, hogy ez a magyar osztja az észt, vagy mondja meg, hogy mi az erkölcs, vagy nem tudom micsoda. Hozzáteszem, hogy én sem így írtam, tehát nem valamiféle fölényből írtam, hogy bezzeg egy magyar ember ezt így csinálná, de egy román ember meg úgy csinálja, hanem úgy írtam inkább, mint ennek az országnak a lakosa, aki látja, hogy mi történik, hogy milyen ez vagy az vagy amaz a moderátor vagy közszereplő, akinek a tevékenységét kénytelenek vagyunk elviselni. Tehát, hogy ahogy Mihályla úr mondta az elején, ez nagyon más, mint a Nészim Cit, ezt nem is tudom magyarul mondani, például ez kihívás lenne, hogy lehet ezt jól lefordítani. És más a képmutató, az mindenkiben benne van, és éppen ezért gondolom, hogy nem lehetne egy olyan könyvet írni, amelyik etnikai alapon dönteni el a kérdést elejétől végéig. Az utolsó fejezetekig, tehát ahol a moderátorokról, meg a közemberekről, közszereplőkről van szó, odáig mindenütt a világon, vagy hát legalábbis az euróatlanti kultúrában mindenütt a világon működhet. Az utolsó néhány fejezet, ezek, amiket említek, azok csak Romániában, vagy hát tehát legalábbis ott a Európának a balkáni felén. Tehát ahol a moderátor rámenőségében átmegy egy határon, vagy látszik rajta még mielőtt kinyitná a száját, hogy melyik párt fizeti, vagy melyik párt fizeti azt a televíziót, amelyikben ő dolgozik, vagy azt a rádiót. Tehát, hogy, és a kivételek azok megvannak, de mindig kivételek maradnak. Tehát onnantól, ahol a közszereplők kezdődnek, onnan már elég súlyosan társadalomkritika is. Az egyik blogon azt is írta valaki, azt hiszem Alex Gold is mondta itt, hogy több típusról is lehetne szó. És egy blogon egy román ember ugyanezt írta meg, hogy annyira burjázik itt nálunk, hogy sokkal többet is lehetett volna írni, hiszen ez egy viszonylag vékony kakötet.